A 2010-ben alapított City Hungary program a fenntartható és élhető magyar városok vezető fóruma, amely azt tűzte ki célul, hogy olyan hazai és nemzetközi modelleket, tapasztalatokat, eszközöket mutasson be, amelyek már eredményt hoztak, hiszen közös érdek a magasabb életminőség elérése. A program része a 2013-ban alapított Nemzeti Fenntartható Városdíj, a Holnap Városáért díj. A Nyíregyházi Térségi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A háromszintes értékelő folyamat után a Tiszta Városért kategóriában kapott díjat. A City Hungary az élhető és fenntartható városok fóruma tulajdonképpen a pályázat során a térségi hulladékgazdálkodási Kft. Teljes tevékenységét értékelte, egészen a kukaürítéstől kezdve a tudatformáló tevékenységig, és ezek közé tartoznak azok az akciók, amit a lakosság számára biztosítunk egész évben, kiemelten a Hulladékért Virágot akció, és kiemelten a Szelektív Szombat, amit követendő példaként mutattak be. A társaság, mint az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Alvállalkozója 2015. január 1-től 54 településen 89.500 ingatlanból biztosítja a kommunális hulladék és a csomagolási papír és műanyag hulladék, valamint 26.700 ingatlanból a növényi eredetű bomló szerves hulladék begyűjtését. Emellett az újrahasznosításra alkalmas, a szelektíven gyűjtött hulladékok elhelyezésére létrehozott és teljes körűen kiépített infrastrukturális háttér lehetőséget nyújt a lakosságnak arra, hogy kulturált és egyszerű módon váljon meg a hulladékoktól. A THG Nonprofit Kft. Munkáját segíti Nyíregyháza önkormányzatának környezetvédelmi alapja is. A társaság reményei szerint a sokirányú, színes tevékenységével elősegíti a jövő nemzedékének környezettudatos nevelését, a fenntartható fejlődés alapelveinek megvalósulását.